megadom a szót Nikolaj Vámen miniszternek, aki a tanács nevében nyitja meg a vitát. Mr. President. Elnök úr, parlamenti elnök úr, bizottsági elnök úr, Magyarország miniszterelnöke, tisztelt képviselők, biztosok. Ma az Európai Parlament vitára tűzi a magyarországi helyzet kérdését. A Soros elnökség üdvözli ezt a vitát. Az elnökség jól ismeri azokat az aggályokat, amelyek kifejezésre kerültek e ház képviselői részéről a magyar, ugyanan elfogadott Magyarország jogszabályokkal kapcsolatban, azon és az új alkotmány és aspektusaival kapcsolatban. Hadd fogalmazok abszolút világosan. Minden Európai Uniós tagállam meg kell feleljen a szerződések követelményeinek és szabályainak. This goes. Ez Magyarországra épp úgy érvényes, mint bármely más tagállamra. Ha bármely kétség merül fel afelől, hogy egy tagállam jogszabályai megfelelnek-e az Európai Uniós szabályoknak, ebben az esetben a bizottság meg kell vizsgálja és elemezni hivatott a helyzetet. Ez minden tagállam érdekét szolgáló vizsgálat, és kedves kollégák, pontosan ezt tette az Európai Bizottság Magyarországgal kapcsolatban. A dán elnökség teljes mértékben támogatja a bizottság abbeli szerepét, amelyet a szerződések őrzőjeként lát el. Nagyra értékeljük azt az alapos elemzést, amelyet a bizottság elvégzett. Azok az aggályok, amelyek felmerültek a magyarországi új fejleményekkel kapcsolatban, megfelelő komolyságot érdemelnek, amely megfelel a helyzet komolyságának. Mindannyiunk komoly érdeke az, hogy Magyarország az Európai Uniós jogszabályokban tett vállalásainak megfeleljen, és fontos, hogy megvizsgáljuk alapos vizsgálattal, hogy ez-e a helyzet. A jogállamiság két irányú utca. A tagállam is meg kell feleljen az Európai Uniós jogszabályoknak, ám az erre vonatkozó vizsgálat egy objektív elemzésre kell, hogy alapozódjék, és párbeszédet kell folytatni erről a tagállammal is. Ezért üdvözöljük a bizottság azon lépését, hogy kiadta a magyar jogszabályokkal kapcsolatos jogi értékelését. Ennek alapján lehet a következő lépésben megfelelő döntéseket hozni a szabályainknak megfelelően. Az Európai Bizottság több konkrét aggályát is megfogalmazta, és lépéseket tett annak érdekében, hogy a magyar jogalkotás, jogszabályok megfeleljenek az Európai Uniós jognak. Ezért a bizottság úgy döntött, hogy jogsértési eljárásokat indít három kérdéssel kapcsolatban. Egyrészt a központi bank függetlensége kapcsolatban, a bíróságok nyugdíjkorhatárával kapcsolatban, illetve az adatvédelmi hatóság függetlenségének ügyében. Ezzel egy időben egy szélesebb körű tájékoztatást kérnek a magyar hatóságoktól a bíróságok függetlenségének általános kérdéseivel kapcsolatban. Az elnökség támogatja ezeket a lépéseket. Természetesen azt várjuk Magyarországtól, mint bármely más tagállamtól, hogy feleljen meg az Európai Uniós szerződéseknek és jogszabályoknak. Magától értetődő, hogy az Európai Uniós jogszabályok betartása és a szerződések betartása, illetve a szerződésekben rögzített értékeknek való megfelelés az alapja az Európai Uniónak, ezért minden tagállam kötelezettsége, hogy ezen szerződésnek megfelelően járjon el. Ezért azt várom, hogy Magyarország megfelel azon kötelezettségeinek, amelyeket magára vállalt, mint az Európai Unió tagja, és jól tudom, hogy a Magyarország miniszterelnöke a bizottság elnökének levelet fogalmazott meg, és remélem, hogy ez a levél és a mai vita is azzal az eredménnyel jár, hogy megoldást talál ez a rendkívül súlyos helyzet. Köszönöm, miniszter úr! Az Európai Bizottság részéről Barroso elnök úr kapja meg a szót. Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, miniszterelnök úr,
illetve Európai Parlamenti hölgyek és urak, tisztelt képviselők. Üdvözlöm a mai vitát, illetve örülök annak, hogy részt vehetek benne. Ez az a magyarországi helyzetről szól, és szeretném elmondani a bizottság véleményét erről a témáról, mely rendkívül kényes téma, és úgy érzem, hogy az értékekkel kapcsolatban egyértelműen kell lenni, ugyanígy az elvekkel kapcsolatban és a tényekkel kapcsolatban, és észszerűen kell kommunikálni a helyzetet. A bizottság nyomon követte a magyar alkotmányos rendszerrel kapcsolatos fejleményeket 2011 eleje óta. Kapcsolatban álltunk a magyar hatóságokkal, a sarkalatos törvények előkészítése során, illetve az új alkotmány előkészítése során, és aggályokat fogalmaztunk meg, miszerint ezek esetleg nem felelnek meg az európai törvényeknek. Hasonló aggályokat fogalmazott meg az Európai Központi Bank, illetve a Nemzetközi Valuta Alap is. Technikai elemzést végeztünk, és ennek eredményeképpen a bizottság arra kérte a magyar hatóságokat, hogy a törvénytervezetet módosítsák. Sajnos a magyar hatóság nem vette figyelembe a bizottsági javaslatokat, kéréseket. Ezeket az aggályokat aztán a legmagasabb politikai szinten vetettük fel decemberben. Két levelet küldtem én a magyar miniszterelnöknek, illetve Rehn, illetve Reding alelnökök is levelet küldtek, és egyértelművé tettük, hogy az Európai Központi Bank függetlenségének kérdésével foglalkozni kell, még mielőtt hivatalos tárgyalásokat kezdhetünk az EU, illetve a Nemzetközi Valuta Alap támogatását illetően. A parlament elfogadta december 30-án a sarkalatos törvényeket, és a bizottság azonnal egy teljes körű jogi elemzést készített ezen törvények végleges változatával kapcsolatban, illetve megvizsgálta ezek megfelelőségét az EU törvényekkel. A jogi elemzést követően tegnap a bizottság úgy döntött, hogy három jogsértési eljárást indít. Három felszólító levelet küldtünk. Egyrészt a Központi Bank függetlenségét illetően, másrészt a bírák és ügyészek nyugdíjazását illetően, valamint az adatvédelmi biztost illetően. A bizottság további magyarázatot követekért a jogszolgáltatási rendszer függetlenségére vonatkozóan, és erre magyarázatot kért a magyar hatóságoktól. Amennyiben ezek a válaszok nem kielégítőek, a bizottság további lépéseket foganatosít majd ezen fontos kérdésben. Ezen döntések nagy felelősséget mutatnak, illetve mutatják, hogy a bizottság milyen fontos szerepet vállal a szerződések őreként alapos, valós elemzést készít. Ezen lépések részét képezik azon erőfeszítésnek a bizottság részéről, miszerint az Európai Uniós törvényeket teljes mértékben tiszteletben kell tartania a tagállamokban, szó szerint, illetve azok szellemiségét illetően is. A tegnapi jogsértési eljárások prioritásként kezelendők, és a jelenlegi fázisban a bizottság az európai jogszabályok alkalmazását kéri, mindent megteszünk, hogy ezt következetesen és objektív formában alkalmazzák. Azonban nem fogunk hezitálni abban, hogy konkrét lépéseket foganatosítsunk, hogyha nem kapunk megfelelő lépéseket a magyar hatóságoktól. Ma levelet kaptam Orbán miniszterelnöktől a három levélre válaszolva, és ebben utalt arra, hogy a jogszabályokat módosítani kívánja a következő napokban, együtt kíván működni a bizottsággal, hogy jogi megoldást találjanak ezekre a kérdésekre. A bizottság továbbra is erőfeszítéseket tesz majd, hogy a magyar hatóságokkal együttműködve meggyőződjön az európai jogszabályok betartásáról. Tisztelt képviselők, a jelenlegi kérdések lehet, hogy meghaladják az európai jogi kérdéseket. Úgy gondolom, más témákat is föl kell vetni. Az Európa Tanács más jogszabályokat is figyelemmel követ. A Velencei Bizottság, illetve az Európa Tanács Velencei Bizottság nagyon fontos szerepet vállalhat ebben a tekintetben. Reding alelnök asszony, illetve jó magam is, Jagland főtitkárral beszéltünk erről a kérdésről, és megvitattuk, milyen lépéseket kell foganatosítani. Ez pedig egy politikai dimenzióra vett fényt, erről is beszélnünk kell itt ma az Európai Parlamentben, hiszen az Európai Parlament politikai testület. A jogi aspektusokon kívül aggodalmakat fogalmaztak meg a magyarországi demokrácia minőségét illetően, politikai kultúráját illetően, illetve a kormány
pozíciója és a civil szervezetek álláspontját indetően. Fölkérem a magyar hatóságot arra, hogy a demokrácia elveit tartsák tiszteletbe, gyakorlatban, illetve politikai és szociális életben is foganatosítsák ezeket. Ezek olyan kérdések, ahol nagyon nehéz politikai döntéseket hozni, és néha legyünk őszinték, ideológiai szempontból esetleg polarizáltak a vélemények. Nagyon fontos az, hogy konszolidáljuk a magyar demokráciát, és ezért együtt kell működnünk. A bizottság továbbra is azt fogja kérni, hogy módosítsák az adott jogszabályokat, és kompatibilissá tegyék az európai törvényekkel, illetve arra ösztönözzük a kormányt, hogy demokratikus módon járjon el, és a magyar állampolgárok érdekeinek megfelelően járjon el. Tegnap Kroes alelnök ismét levelet küldött a magyar hatóságoknak, melyben a médiaszabadsággal kapcsolatos aggályait fogalmazta meg. Hiszen csak egy jogilag biztos körülmények, illetve a jogállamiság, a demokratikus elmek és alapvető emberi jogok biztosíthatják az állampolgárok, a partnerek és a befektetők bizalmának helyreállítását és megtartását. A gazdasági válság idején természetesen ez a legfontosabb a demokratikus elveken túl. Nagyon fontosnak tartom, hogy a mai vita egyértelmű üzenetet küldjön a magyar nép számára. Azt akarjuk, hogy Magyarország továbbra is tiszteletteljes tagja legyen az Európai Uniónak. Ez a vita nem Magyarország elleni vita, Magyarországért és Magyarországgal együtt tárgyalunk. Azt kérjük, hogy a hatóság korrigáljon bizonyos kérdéseket. Nem akarjuk, hogy kétség merüljön fel a demokráciát, illetően bármely tagállamunkban. We have the highest regard. Tiszteletben tartjuk a magyar népet, történelmüket, kultúrájukat, illetve a totalitárius rendszerek elleni harcukat, a szovjet csapatok elleni harcukat az 56-os események kapcsán. Azt kérjük tehát a magyar kormánytól, hogy mutassa meg, elkötelezett a demokrácia, szabadság és a jogállamiság mellett. Nagyon fontos, hogy ezek a politikai aggályok megoldást találjanak, és arra kérem Orbán miniszterelnök urat, hogy egyértelműen kezelje ezeket a kérdéseket, hiszen ez Magyarország érdeke, és ez az európai család érdeke. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen.